Szekszárdon és Tolna megye számos településén is betört családi házakba egy héttagú bűnbanda. A bűnözők általában az éjszakára nyitva hagyott ablakokon keresztül jutottak be az ingatlanokba. A szekszárdi rendőrök göngyölítették fel a betörés sorozatot. Tolna megye több településén törtek be lakásokba úgy, hogy az éjszakára szellőztetésre nyitva hagyott spájzott fürdőszoba ablaknak a szúnyoghálóját letépték vagy leégették. Ezt követően az egyik elkövető bemászott az ablakon, a belső bejárati ajtót kinyitotta és azon engedte be az elkövető társait. Ezt követően a házakba kutatást végeztek, és alapvetően készpénzt, valamint aranyékszereket loptak el. A rendőrök az egyik szekszárdi betöréskor rajta ütöttek a társaságon, és 4 szemét fogtak el. Közülük 3-at letartóztattak. Kiderült, hogy az egész országban hasonló módon törtek be házakba. Az eljárás során kiderült, hogy a betörő banda nem csak Tolna megyében, hanem az ország számos pontján, Bács megyében, Baranya megyében, Zala megyében, Veszprém megyében is elkövetett hasonló bűncselekményeket. Eddig összesen 50 rendbeli lakásbetörést sikerült rájuk bizonyítani. Az elkövetőket az ellopott ékszerek értékesítésében családtagjaik is segítették. A nyomozók az értékek egy részét visszaszerezték. A házkutatásokon egy engedély nélkül tartott lőfegyvert is találtak. A rendőrök 50 rendbeli lopás, 11 rendbeli bűnpártolás miatt 7 embert hallgattak gyanúsítottként. A szekszárdi kapitányság befejezte a nyomozást, az ügy iratait megküldték a szekszárdi járási ügyészségre.